Tisztelt Német úr! Láttam a videót itt a Mandinerem, amiben azt mondja, hogy ön elmegy majd szavazni a kvóta ellen a népszavazáson. Ez, mint magánember mondja, vagy hivatalosan is, ez a hídgyülekte álláspontja, és ezt fogja hirdetni az ATV is üdv egy komment elő. Talán egy hete vagy két hete beszéltem erről, továbbra is fenntartom természetesen a véleményemet, hogy elmegyek szavazni, és azért szavazok a kötelező kvóta ellen, mert én azt gondolom, hogy egy országban, hogy mit fogadnak be, is, és hogy mi, hogy akarják meghatározni, egy társadalomnak a vallás és etnikai összetételét az ott élő polgárokra tartozik, és nem külső forrásokban, vagy külső tényezőknek kell ezt meghatározni. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet megengedni, hogy ez Brüsszelbe döntsék el, hanem ezt a magyar embereknek vagy állampolgárok működnek, az államnak, a polgárinak kell elhatározni, és az általuk fölhatalmazott vezetőknek kell ebben dönteniük. Mi, enne, én ennek a híve vagyok. Természetesen ez egy vélemény. Itt olyan érett emberek vannak, hogy tisztában vannak azzal, hogy mi a különbség Isten igéje, és egy politikai állásfoglalás, vagy társadalmi eh, 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 ügyjel kapcsolatos állásfoglalással kapcsolatosan és a Isten igéjét egészen más tekintélyjel képviselem, a politikai véleményel kapcsolatosan csak elmondom a véleményemet, de természetesen, ahogy eddig is, soha nem kényszerítettem senkire sem, és különösen nem olyan emberekre, akik tőlem nagyon tá ilyen módon távol vannak, tehát nem egy hiten vagyunk, de azt gondolom, hogy itt nem tudtok nekem olyan embert mondani, hogy bárkire is rá kényszerítettem volna, a politikai állásfoglalásomat, de általában az embereket érdekli, hogy valamiről mi az évéleményem, ezt megfogalmazom, és nem vagyok ideges, általában az a tapasztalatom, hogyha sikerül érvanyagokkal alátámasztanom egy politikai állásfoglalást, általában eléggé sokan itt legalábbis a jelen valók közül elfogadják. Én nem tudom, de hadd mondjam azt el, én nem is értem, hogy miért idegesek némelyek, mi hogyha az ő véleményükkel ellentétes véleményt hallanak. Én nem vagyok ideges, hogyha valaki migráns simogató. Én nem vagyok menekült ellenes, ne félreértés legyen. Nekem az a problémám, az a kifogásom ezzel kapcsolatos, hogy nem így kellett volna, a menekült ügyet megoldani és kezelni. Én nagyon cinikusnak tartom azokat az erőket, akik belementek ennek a káosznak a teremtésébe, úgy, hogy eleve nem gondoskodtak arról, hogy mi lesz a menekültekkel, ezek nem buta emberek. Ők tudták nagyon jól, hogy milliók fognak elmen el el elmenekülni a a az országokból, illetve ott kell hagyniuk a szülőföldjüket. Én nagyon-nagyon nagy gonoszságnak tartom azt, hogy eleve nem tettek félre akkora összegeket, és nem hoztak létre olyan biztonságos övezeteket, ahol a menekülteket emberi módon el lehetett volna látni, és ehelyett pedig itt másfél éve, vagy már két éve megy ez a huzavona, teljes tehetetlenség, és igazából ezeken a szerencsétlen embereken hát érdemben nem tudtak segíteni az európaiak, és rá akarják lőcsölni olyan társadalmakra is ezt a, ennek a válságnak, közelketi válságnak a következményeit, amelyeknek a probléma megoldó képességük nagyon alacsony. Hát itt a társadalomban is vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek az integrációjával kapcsolatosan nagyon sok feladata van a társadalom többségnek és a hatalomnak is. És ezen a területen sem tud úgy ez a társadalom helytállni, illetve mert nem olyan, a, nem olyan kondícióban van. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jogos a, ebből a szempontból a Nemzeti érdekeknek a figyelembevétele, nem beszélve arról a mi szempontunkból, hogy bennünket természetesen nem érhet, vagy ér itt közömbösen, nem nézhetjük közömbösen, hogy, hogy változtatják meg Magyarországnak, de akár egész Európának a vallási összetételét. Iszlámmal szemben természetesen, amellett, hogy itt tisztában vagyok azzal, hogy az iszlámon belül van egy teológiai vita, hogy most a terrorizmus képviselő különböző mozgalmak, azok igazából iszlámhoz tartoznak, vagy nem az iszlámhoz tartoznak, ugye ez az iszlám állammal kapcsolatosan van, de az alkaidával kapcsolatosan is van, de hát azért még vannak más szervezetek is, amiket fel lehetne itt sorolni, hogy ezek beletartoznak-e az iszlámnak a, a fővonulatába, vagy nem ugye sokan arra hivatkoznak, hogy nem tartozik bele, és azért nem tartozik bele, mert több iszlám ember, vallású embert ölnek meg, mint keresztény, ezzel nem vitatkozok, ezt látom, hogy az iszlám állam ilyen pusztításokat vége, végzett el. Én nagyon örülnék neki, hogy ennek a teológiai vitának az lenne az eredménye, hogy fehér-feketén kiderülne, hogy ezek a terrorista mozgalmak és vezetőik és képviselőik nem tartoznak az iszlámhoz, és semmi közük nincsen az iszlámhoz, de ezt egyelőre én nem merném kimondani, hogy ez, ez a helyzet fönnáll. Tehát, mert pontosan ez a teológiai vita még nem dölt el, nem látom, ugyan vannak olyan töregvések, amelyek meg akarják reformálni az iszlámot, meg akarják tisztítani az iszlám vallást az agresszivitástól, az erőszaktól. Én lennék a boldogabb, meg azt gondolom sokan itt nagyon boldogabb lennénk, hogyha ez sikerülne, ez az erőfeszítés, de egyelőre ennek az eredményét tehát nem látjuk, és továbbra is az az álláspont, hogy a kafirok elleni küzdelemnek járulékos következménye az is, hogy az iszlám hívő embereket is meg kell ölni, így akarják elkerülni a még nagyobb katasztrófát, és ez a teológiai felfogás sajnálatos módon eléggé széles körben elfogadott ma az iszlám világban. Ez a probléma. És még sok más. Hét gyülekezete is rendszeresen menekültet támogat, tehát nem vagyunk menekült ellenesek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az üldözötteket segítsük, támogassuk. A híd szinte minden kontinensen van szolgálata. Rendszeresen viszünk támogatást afrikai országokba, afrikaiak fele szolgálunk, ázsiai keresztényekkel tartunk szoros kapcsolatot, és szintén támogatjuk őket. Tehát láttam az interneten, délelőtt hívták fel a figyelmemet, ezekre az írásokra, ami a híd és velem kapcsolatos megjelent. Láttam ott, hogy lerasszisztáztak bennünket, lefasisztáztak bennünket. Mi volt még? Szabadkönyves voltam, vagy vagyok. Tehát mindenek első. A nácinak a, 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 a tituláltak bennünket. Nem voltam se náci, se fasiszta, se nyilas, se szabadkönyves, se megtérés előtt, se megtérés után, soha semmilyen titkos szervezetnek, csak a föld alatti egyháznak voltam tagja a kommunista időben, kommunista időben még kommunista se voltam, de még a szüleim se, a felmenőim se, senki se, se nyilas sem, egyik sem.